Hatalmas nagy szeretettel köszöntöm Önöket, dr. Tihanyi Tamás vagyok, az ezoterikus tudományok doktora és mestere. Ma lesz energiadás, ugye ügyelek arra, hogy a műsor végén legyen elás. Ugye egyben ezoterikus tanár vagyok, spiritista tanár vagyok, metafizikus is vagyok, és meg csontkovácsolást is tanítok. Most volt hétvégén a csontkovács tanfolyam, ugye bioenergetikai képzéssel együtt van mindig a csontkovács tanfolyam, és olyan jól esett, amikor valaki nekem azt mondta, hogy volt már egy jó pár tanfolyamom, de ahol ilyen sokat meg lehetett tanulni, két nap alatt ilyen még nem volt. És ezt gyakran szoktam hallani, megmondom őszintén, mert én nem irigykedem, én igyekszem átadni a tudást tényleg, aki jár hozzám tanuló. Ugye október közepén kezdődik a spiritista tanfolyam, volt most hétvégén még a szeretett lélekmasszás, és lesz hamarosan a fülpontok kezelés, egy jó pár tanfolyam van. Ugye elkezdődött a szezon a tanfolyamoknak hétvégén. Ugye, és volt szerdán ugye a motivációs előadás, és először is szeretnék, akik nem tudtak kimenni, úgy, ahogy szerettek volna az ajtón elnézést kérni, ugye az emeleten volt az előadás, és én nem tudtam azt, hogy a kolléganőm nem hagyta nyitva az ajtót. Mert úgy szóltak, hogy nyitva hagyjuk az ajtót lent, hogy el tudjanak menni, aki akar. És ezért nem tudtak kimenni. És sajnálom, hogy nem szóltak föl, hogy adjam oda a kulcsot. És akkor nem lett volna gond és probléma, de tényleg sajnálom, hogy ez történt. Mert úgy szóltak csinálni, hogy nyitva hagyjuk az ajtót, hogy el lehessen menni. Hát amikor vannak ugye ezek a különböző kezelések, amiket csinálok az előadásokon, sokan nem tudják, de amit én csinálok kezelést, abban mindig benne van az átok és a szellemlevétel, mindig. Ugye ez olyan dolog, mint ahogy én levegőt veszek nekem, ez egy mindennapos dolog, az alap dolog, hogy az okot megszüntessük. Én mindig erről beszélek a tévéadásban, hogy az okot meg kell szüntetni a testbe. És egyik legfontosabb ok, ugye, hogy a szellemet meg az átkot levegyem, és mindig csinálom, mindenféle kezelésnél, mindenhol. Nekem az a fontos, az átkot és a szellemet levegyem. Persze, mivel nem tudhatják azt, hogy nekem ez alapvető dolog, de én egyszer megígérek valamit, hogy leveszem, akkor bizony leveszem mindenkiről az átkot meg a szellemet. Hiszen az a legalapvetőbb dolog. És ugye van a másik, hogy a víz, ugye, amit létrehozok, ugye, aminek információt adok, ugye, mert a testünk 80%-át víz teszi ki, és a víz által információt jutatunk a testbe, a sokkal eredményesebb bárminél. És ugye hozzák önök az előadásra, ugye, kettő flakon vizet, ugye, ásványvizet, vagy mindegy, milyen víz van benne, csak olyan flakonban legyen, kétszer másfél liter, és akkor ugye azt kell inni, de nem úgy kell inni, hogy így lehúzom. Egy kortyot ugye körbejáratok a számom, és a másodikban szépen a nyelvem alatt tartjuk. 5-6 percig kéne, de kevesebb ideig jó, és akkor a hajszálerekben mindenhova eljut a információ, pillanatok alatt emlékeznek, hogy valaki hívott a vízből, és abban a pillanatban 10-szer akkora órája lett, mint előtte volt, mert annyira pillanatok alatt hat az emberi testre, rendkívül módon. És nem tudom, egyébként ugye mondtam önöknek, ne felejtsék el mondókát, hogyha azt a mondókát mondják, akkor a stressz csökken a testükbe, és sokkal boldogabbak lesznek. Ugye mondtam, hogy naponta 10-szer, 20-szor, de nem baj, ha többször mondják, remélem mondják. És ugye van egy szöveg, amit leírtunk, hogyha azt a papírt kitöltjük, amit leírtunk, remélem kitöltötte mindenki, és azt reggel kétszer, este kétszer elmondják, akkor meg tudunk gazdagodni. De csak akkor tudunk meggazdagodni, ha hiszünk benne. Nem azt mondjuk, nekem úgy sem megy, akkor nem is fog menni, persze. De hiszek benne, és mondom, hogy ezt és ezt és ezt fogom tenni, milyen ára van, pont ez a kis papír, ami rá van írva, adtam, ugye, egy legéppel vagy egy számítógéppel, és ilyen kis részek lettek hagyva, hogy ki lehessen tölteni mindenkinek saját magának, hogy mit tesz azért, hogy sikeres legyen.
Ugye sikeresek nem tudunk annélkül lenni, hogy nem teszünk érte semmit. Ugye azért adtam az a papírt, hogy az reggel este, ha kitöltötték, remélem megtették, akkor az felolvassák, és van lehetőség arra, és sikeresek is leszünk, ha azt rendszeresen, sőt, ajánlatos még azt is csinálni, hogy leírni, amit mi akarunk. Mert ha leírjuk, még egy előbb lesz egy előadás, ugye, amiről fogok beszélni, ha leírjuk, ugye akkor milyen eredményeket tudunk érni. Na, akkor ugye mi volt az előadásom? Ugye volt a víznek a megváltoztatása, hogy fiatalodjunk, és képzeljék el, tényleg fiatalodottam én is, meg mások is fiatalodnak. Azok az emberek, akik nem láttak már, vagy fél éve legalább, azt mondja, Tihany úr, hát maga mi? Teljesen megváltozott, teljesen megfiatalodott, kisimult a bőre, sőt, most már a bajszom is kezd már mákos lenni egy kicsikét, kisimult a bőre, eltűnt a mély ránc a homlokáról, és mondják a különböző dolgokat, és tényleg fiatalít, ha hisznek benne, ha nem, de jobban tesznek a hisz, mert hiszünk valamibe, akkor jobban működnek a dolgok. Ha azt mondjuk, hogy úgysem fog sikerülni, akkor nem. Miért jó az, hogy fiatalodunk a folyadéktól? Hát gondolom, nem mindegy, hogy meddig élünk, ugye? Én úgy gondolom, hogy mindenki is szeretne sokáig élni, én is szeretnék sokáig élni, én is azért iszogatom a vizecskét, amit csinálok, és bizony, megmondom őszintén, hogy 20 év körül vagyok, azt is akartam belülről. Persze, hát kívül nem tudok pillanatok alatt 20 éves lenni, de kívülről is változtam. Belülről is, de belülről sokkal többet változtam. És majd a türelmesek lesznek, akik járnak hozzám előadásra, remélem azok lesznek. Volt nálam valaki, aki ott volt a szerdai előadáson, és iszogatta a vizet, de nem annyit, mint kellett volna egyébként. Így is egy, mennyi? 76, egy 15 évet körülbelül már elfelejtett, mert ugye annyit fiatalodott már, mert néztem a Szenze Billel. Nem olyan Billel, hanem a Szenze Billel néztem. Jöjjenek, remélem jönnek, majd továbbra is sokan, és bízzanak bennem, hogyha én azt mondom, hogy leveszem az átkot szelemet, mikor külön nem mondom, akkor is leveszem mindenkire. Annélkül nincs nálam kezelés szellem és átok levétel nélkül. Ezt higgyék el. És ugyanígy fogok arra legközelebb, hogy az ajtó nyitva maradjon, hogyha valaki hamarabb megy el, az ne legyen, hogy ne tudjon elmenni időbe. De ezt nem gondoltam, hogy ez fog történni, sajnos. Ez történt, és megint elnézést kérek mindenkitől, mert nem készak arra volt. Ugye fönnforgás lett ebből, ugye a lemenetelnél zsúfoltság lett, de nem szokott, mert ugye mindig nyitva szokott lenni. Na, ennyit a következő heti szerdai előadásról, ami lesz, hogy ugye akkor lesz önszuggeszió, amivel fogunk foglalkozni, meg a tudattalatiról, meg hogy tudjuk magunkat szugerálni, hogy ez megtörténjen, hogy tudjuk a tudattalantként szugerálni, hogy mi történjen velünk, ehhez hasonló dolgok lesznek, és ugye a szokásos kezelések, amit szoktam mondani, amit csinálni fogunk, és ugye lesz megint egy-két mondóka, amit fogok mondani, hogyha sokat mondjuk, akkor tudjuk magunkat motiválni, hogy még jobb teljesítményt tudjunk nyújtani az életben, hogy sikeresebbek legyünk. De csak akkor tudunk sikeresek lenni, ha mit teszünk érte. Ha csak az, hogy én sikeres akarok lenni, és nem teszek érte semmit, tehát ez butaság, azért tenni kell, ugye sikeresek legyünk, és tenni kell. Ugye ára van a sikernek, ugye? Ugye tegyük fel, én mondókákat mondom, hogy én... Amiket mondtam ugye az előadáson, az most nem akarom itt elmondani, azokat a mondókákat, mert azoknak kell tudni, akik eljönnek. Ugye tesznek valamit érte. Pedig ugye pár gombot fagyiról van szó, hogy annyiba kerül az előadás, tényleg majdnem ingyen van szinte, annyira olcsó az előadás, de én azért csinálom, hogy szeretnék az embereken segíteni, és szerintem tudok is segíteni. Ugye a mai, mindig szoktam az előadás elején mondani, hogy a kezelésekről beszélek, hogy
orvosi kezelés nem értesíti, ez egy lehetőség a sok közül, és nem hat mindenkire egyformán. Ezt el kell mondanom, ez ugyanolyan szöveg, mint ahogy mondják, hogy kérdezem egy gyógyszerészét. Hát kinek van gyógyszerésze? De el kell mondani dolgokat, hogy ne legyen bajuk semmiből se. És az a helyzet, az a baj, hogy mindig történnek hogy olyan értelemben negatív dolgok, hogy akik jártak hozzám kezelésre, sajnos előfordul, hogy megboldogul, hát vagy egy szegény az örök vadász mezőkre elmegy, és ilyenkor, ha megtudom, akkor mindig úgy eléggé elkeserít, most nem úgy persze, hogy a kardomba dölök, de eléggé elkeserít ez a helyzet. De sokszor az a borzalmas, hogy néhány ember a saját butossága miatt kerül oda. Elmesélek egy esetet, hogy a daganat nyomta az úrnak a nyelőcsövét. Egy hölgynek hozzá legközelebb álló hölgynek a ráhatására járt hozzám, és benn volt a tévében is egyszer, és elmondta, hogy bizony visszament az orvoshoz is, és azt a daganatot nem találták meg. De hát nyilvánvaló, hogy neki még jönni kellett volna egy jó párszor kezelésre. A hölgy a nagyon jó ismerős, aki mindig próbálta őt segíteni, elment egy távoli útra, Kanadába, több hónapra. Ahogy a hölgy elment, többször ők hozzám kezelésre nem jött, pedig telefonáltam is rá, hogy jöjjön kezelésre, ő nem jön többet kezelésre. És mind gondolnak, mi történt az úrral? Sajnos most már nem él. Az úr, ahogy a hölgy elment hozzá, nem jött, csak az orvoshoz ment kezelésre, az orvosi kezelés meg nem tudott segíteni rajta. Ez egy borzalmas dolog egyébként, és van egy másik hasonló eset is ezzel kapcsolatosan. És ugye mondtam múltkor, hogy három lehetőség van. Egy, hogy már nagyon későn jön, kettő, hogy határeset, és azt lehet vele elérni, hogy csak egy bizonyos stagnálás jön létre, és akkor az szokott lenni, hogy egy idő múlva megunja a kezelést, nincs megelégedve a stagnálással, és utána csak az orvosi kezelésre megy, és nem egy esetet tudok utána, hogy jó idő múlva meghal az illető. Nem nyugodott bele abba, hogy stagnál az állapota, meghal. Van olyan úr, aki jár hozzám két éve kezelésre, akinek stagnál az állapota, a nyelőcsövét nyomja a rákos daganat, de sikerült vissza kicsinyíteni a daganatot, és tud enni, mindent tud csinálni, nem teljesen tűnt el a daganat, de jelentős mértékben csökkent az úrnak, és hát nyilván nagyon örülök, és van egy másik hölgy is, akinek mellrákja van, rögtön azt mondták, amikor kiderült ugye a vizsgálatnál, levágni, és már egy éve, köszöni szépen, jól megvan, stagnál, vagy talán picivel kisebb lett, ami benne van. Időközben egy hónap egyszer eljár hozzám, megkezelem, és persze mindig érzi, szinte perzsel a mellem, amelyiket kezelem. Mindig érzi, mondja, hogy hát ez igen, nagyon jó volt ez a kezelés, és megmaradnak. Szóval az a baj, hogy nem teszünk magunkért meg mindent. Ugye mindig beszélek az intelligenciáról, és tudjuk jól, hogy értve nem biztos, hogy tudjuk, csak jól lenne, ha tudnánk, hogy nem feltétlenül az az ember lesz, nem feltétlenül az az ember intelligens, aki hat nyelven beszél, hanem aki úgy viselkedik és úgy gondolkodik, az az intelligens ember. Egy intelligens ember, ha tudja, hogy életveszélyesen beteg, de nem hisz benne, akkor mit mond, nem baj, elmegyek, kipróbálom. Ha segít, akkor jó. Ha nem, akkor is kipróbáltam. Mindent megpróbáltam. Az intelligens ember így viselkedik, aki nem. Ugye ott van Ford, ugye hallottak róla, aki a Fordot autót gyártotta, ő volt az első, aki
sorozatgyártás hozott létre, pár elemje volt, és intelligens ember volt. Edison ugyanaz, aki a villanykörtét feltalált, és millió egy más dolgot is feltalált. Ugyanaz van. Pár elemje volt, és fantasztikus találmányai voltak, gyára volt, cége volt, és rendkívül okos ember volt. Nem attól függ a dolog, hogy hány nyelven beszél, és hány egyetemet végez el valaki. Persze jó dolog, hogyha valaki elvégzi, de nem attól, milyen ember. Az emberek sikerességében megállapították a kutatások egyébként, hogy nem kimondottan a legjobb tanulók lesznek a legsikeresebb emberek. Inkább a közepes tanulók, vagy annál valamivel rosszabb tanulók, mert a sikerre való képességük nagyobb. Ugye volt időm, amikor beszéltem arról, hogy a szexuális energia szükséges ahhoz, hogy sikeres legyen valaki, hogy a szexuális energiát át lehessen transformálni arra az energiára, arra a teljesítményre létrehozza a sikert. És a felmérések alapján 50 év alattiak nem szokták tudni létrehozni ezt a sikert ebből az energiával, hanem 50, általában 99%-ban 50 év fölöttiek tudják ezt létrehozni. És a másik nagyon fontos, hogy legyen olyan párja az illetőnek, aki őt viszi előre. Tudja biztatni, hátulról nyomja, hátulról mondja, hogy ezt csináld, azt csináld. Segíti, nem visszahúzza, hanem segíti. És akinek van ilyen párja, az sokkal sikeresebb tud lenni, mint egy másik ember. Nagyon fontos ez a dolog. Hát valakinek összejön, valakinek nem jön össze, nyilvánvaló. Annak nehezebb lényegesen, akinek nincsen ilyen párja. Nem akarok már nagyon sokat beszélni, mert mindig nagyon sokat beszélek. Sajnos ugye vannak ilyen szomorú esetek is, amiről beszéltem, hogy tudatlanság következtében valaki meghal, vagy türelmetlenség következtében meghal valaki. És ugye ilyenkor elég szomorú vagyok, mert mindenkit szeretnék segíteni, nyilvánvaló. Ugye mondtam, hogy jövő szerdán megint lesz előadás, és ugye mondtam, hogy akkor is lehet, muszáj, ha valaki fiatalodni akar, akkor bizony rendszeresen kell inni azt a vizet, napi 4-5 alkalommal nyelv alatt kell tartani, és ha valaki kihagy belőle 1-2 hetet, akkor kezdheti megint előről. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy most elkezdem inni, és holnap után már 20 éves vagyok, és most 70. Lassan-lassan, de alakul a dolog, mert lassú víz partot mos. Ezért mondom, aki elkezdte, annak érdemes csinálni tovább a dolgokat, hiszen mindenki szeretne tovább élni. Én is, más is. Na, nem beszélek már tovább. Megkérem a kedves kollega urat, hogy ha van telefonáló, kapcsolja be. 061-269-0386-os telefonom. Várom a hívást. Még egyszer mondom, 061-269-0386. És a műsor végén ugye lesz energiaadás. Mert utóbbi időben elég gyakran elfejtettem az energiaadást. Na, nem álltok telefonálót, pedig mindig azt szokták mondani, hogy nem tudnak betelefonálni. Most van valaki. Tessék parancsolni, Tihanyi Tamás Gábor vagyok. Jó napot kívánok! Parancsoljon, uram! Hát itt hallgatom a kedves Tihanyi úrnak a mondókáját, és hát nagyon sok igazságot mond. Na. De az igazság ebben az igazságban, hogy itt a tudás a lényeg, megszeretni a tudást. És akkor a tudat alatti működik. Ha még nincs meg a tudás, addig nem tudja megváltoztatni a meglévő gondolat készletével az állapotát, bárkiről is van szó. Igen, ez tanulható dolog, hát ön tudja akkor ezek szerint. Na most hogyan hat? A legelső ilyen emberek között volt ugye Jézus, aki azt mondta, hogy hogyha kérdik el, és megadatik. Na látja. Na most ő hogy értette ezt? Úgy értette, hogy ő látta Isten országát. Tehát ez úgy működik azonnali hatállyal, ha valaki az isteni szintről képes kérni. Ezt Jézus így értette. Vagyis a
az egység birodalmából kell neki a kérést indítani, ami viszont nagyon nehéz, mert ha már gondolkodik valaki, akkor már kétségbe van. Tehát álmunkba lehet kérni, vagy nagyon mély meditációba, ahol már elveszik a dualitás. De ez a, tudja, hogy a saját magunk agyába ott legyen a tudás, tudja, azt lehet tanulni is, tudja, lehet, a tudat alattival. De mivel nincs két egyforma ember, minden embernek más az új lenyomata is, ugye, ezért nem mindenkire egyformán hat. Tehát lehet ezt imaként is morzsolgatni, ugye, vagy pedig tudatosan ismételgetni. De mikor az illető úgy érzi, hogy már a szívéig eljutott ez a mondóka, akkor kezdi a hatását kifejteni. Szoktam, amikor kezelek, tudja, bizonyos embereknek, akik nagyon súlyos betegek, mondókákat is kitalálni. Hogy mondja folyamatosan, sőt, sokkal jobb, ha elővesz egy füzetet, és naponta több lapot elleír veled, hogy még jobban bejut a tudatalattiba. Ami a gyerekekkel csinálták a gyerekekkel az iskolába, ugye, hogy nem leszek rossz, vagy mit tudom, hasonlót irattak régen. Nem tudatos volt ez akkor, gondolom, de mégis csinálták ezt, amit kell. Igen, de csak akkor tud bárki is gondolni arra, mire kell, ha fölveszi a tudást. Hogyne? És érdekes dolog, hogy amiről beszéltem, hogy iratták a gyerekekkel, én nem hiszem, hogy a tanárok tudták volna, hogy hát ez mit hoz létre, de mégis csináltak ilyen ehhez hasonló dolgokat, hogy leiratták a gyerekkel, és az ide beíródik a tudatalattiba akkor. Pontosan így van. Most már van olyan modern kísérlet is, hogy tudományosan bizonyítják, hogy nem a tudatos részével dönti el az emberek meg a 100%-a, hogy mi történjen velem, a tudat alatti dönt mindig, ami minden. Ott van a kollektív tudatban, az információs program dönti el, hogy hogyan viselkedünk. Hogyne? Csak azt hiszük, hogy mi döntünk. Így van, ezt szoktam én is mondani az embereknek, hogyha valaki autót vezet, nem ő vezeti az autót. A tudat alatti vezeti az autót. De az is fontos, hogy egy gyerek, valaki a családban mit lát? Ugye nálam a fiam látta, aki most 20 éves, nem tudom, fél éve vezet, de már pillanatok alatt több száz kilométert megy egy alkalommal, és mindig, amikor mondták, hogy egyből ennyit megy, hát mit látott tőlem a gyerek, ha kell, mentem 1500 kilométert egy popsival, érti? Igen. Mert nem volt probléma, a gyerek ezt látta, bekerült a tudatalattiába, a fejébe, és ő neki már rögtön természetes volt, hogy egyből elmegy, mit tudom, Pécsre, 200 kilométert ugye az autóval. Hát így van. Másnak nem így van. Hát megyek egy picikét, ugye megint egy picit, hogy szóval így kezdik a dolgokat, de az, hogy mi eszünk, vagy bármit csinálunk, az mindent a tudat alatti csinál, mindent. Hát összehasonlít. Ami most benne, Tihanyi úr, nem akarom én elvinni a betelefonálok idejét, de itt én meg tudom önnek mondani, hogy tulajdonképpen az egész világ hogy keletkezett. Ha egyszer erre kíváncsi, akkor hogyha fölírják a telefonszámomat, visszahív, akkor megbeszélhetjük. Beszélhetünk, persze. Mert a műsort ne vegyük el. Persze, még azért mondok még valamit a tudatalattival kapcsolatban. Igen? Ha tegyük fel, egy ember lelép a járdáról. Igen. Akkor mi történik? Hallja a kocsi hangját, a tudatalattibe kapcsolt, tudja, és összehasonlítja a tudatalattit a korábbi hasonló esetekkel, és azt szerint visszalépteti az embert. Mert mindent a tudatalatti csinál. Pontosan így van. Így van, nem akarok mondjuk erről többet beszélni, tényleg. Elég csak azt mondani, amikor lemondanak egy betegről, ugye, és akkor a tudatalatti veszi át, mert ő maga is lemond bizonyos dolgokról, akármiről, akkor átveszi a, úgymond jóisten az irányítást, és csodálatos módon helyre jön minden. Ezt a tudomány úgy hívja, hogy spontán gyógyulás. Igen, csak ha... Vannak dokumentált esetek. Ez a legnagyobb bizonyíték arra, hogy ez így működik. Az az emberke, aki komoly beteg, tudja, és tegyük fel, rákos beteg, ugye? Azt mondja, milliószor leírja, jelenleg, hogy is mindjárt kitalálok valamit rá, tudja, jelenleg a testemben nincsen rákos sejt. Ezt pont így kell mondani jelenleggel, a tudat alatti akkor fogadja be. Jelenleg a testemben nincsen rákos sejt. És ezt elmondja naponta 500-szor, és le is írja, és kezelés alatt is áll, van esélye, hogy helyre jön.
Igen, csak itt a pontosítás fontos, mert mindenkinek a testében van rákos sejt. Persze. Viszont volt olyan kisgyerek, aki például azt gondolta a leukémiásan, hogy a vérébe ezeket a rákos dolgokat, ez a kis csőbe mászkáló ilyen harapó játék, ahogy működik ez a Mário, vagy hogy, úgy megeszi, és meggyógyult a kisgyerek egy ilyen gondolattól. Hát ez a műtőn. Történek a gondolatnak hatalmas teremtő ereje van. Na most nem csak szellemi szinten, hanem lelki szinten, tehát érzelmi szinten és a fizikális szinten is bármilyen betegségből ki lehet gyógyulni. Ha megfelelően állnak hozzá mind a három szinten, és megfelelően képesek változni az emberek, illetve képesek időt szakítani magukra, úgymond. Tudja, az ima, ugye itt, bár mindegy melyik ima. Az is megerősítés. Az imák, az, úgy vannak megírva az imák, hogy minden egyes szónak rettentő nagy ereje van a szónak. Mondjuk az Isten szó 2 millió, mert időben mértem, tudja, mekkora ereje van. És akkor összeteszünk, mit tudom, mondom azt, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, az kb. 3-4 millió erővel rendelkezik. És az imák úgy vannak megírva, hogy erővel rendelkeznek a szavak, és azt mondja többször el, az bejut a tudatalattiba, be van programozva az illető, nyilvánvaló a jó irányába. Hát igen, mennyivel jobb a dicsértessék a Jézus Krisztus adna, hogy 35-en meghaltak egy robbantásban. Ugye? Tehát itt a nagy különbség a kontra. Bizony, bizony, bizony. Na, csak egy mondatot mondok még, tehát egy mondatba be lehet foglalni magyarul is, hogy ilyen megerősítés például, hogy létem minden pillanatában tökéletes egészségben születik újjá szellemem, lelkem, testem. Ezt ha valaki mondogatja, akkor a napi sejt megújulása az egészséges irányba fog. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én köszönöm, minden jót kívánok. Minden jót kívánok, minden jót. Na, ez jó kis beszélgetés volt. Tényleg így van, sokszor beszéltem önökről, hogy a tudat alatt teszik ki az agyunknak a 90%-át. A tudatos agyműködés az csak a 10%-át teszi ki. És a tudat alattinkban nekünk lerakódtak a negatív gondolatok, hogy nekem úgy sem megy meg görbe a lábam, úgy sem megy meg gyűrött a fülem, és a kifogások persze ott vannak, nem is fog menni. Tessék parancsolni. Jó estét kívánok, úr. Csókolom a kezét, parancsoljon, hölgyem. Szeretnék egy állapotfelmérést, és egy állapotfelmérést. Jó, ott az mindig van alapból az állapotfelmérést. És mondja, kedves hölgyem, mi már beszéltünk egymással? Nem. Hol tetszik lakni, merre? Budapesten. Jó, hát nem kell több csak, mert hogy mit tudom én, Nagyatádon, vagy tudja, vagy Budapesten, vagy valami. Na megnézem, kedves hölgyem, van-e szellem magám? Igen, szellemes tetszik lenni. Átok is van. Majd le fogom venni, ez a kezelés részeképp fogom levenni, tudja? Köszönöm. Megnézem, mennyi, ugye, mert mindig úgy szoktam, hogy nem szoktam azt külön levenni, hanem a kezelés, ugye megcsinálva a kezelés, hogy annak a része, tudja? Ugyanúgy az átok is, meg a szellem is. Megnézem, mennyi stressz van a testébe, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, ez nagyon sok, az egész testét rombolja. Megnézem az immunrendszere, 10%-on működik. A központ idegrendszer 10-20%-on. Akkor megnézem, amit mit nézek meg, mennyi vér megy a fejébe. 10-20-30%. A lábujjakba 10-20-30. Na, kedves hölgyem, elkezdem kezelni, jó? Köszönöm. Figyeljen magára.
Na, kedves hölgyem, megnézem az állapotát. Köszönöm szépen. Megnézem például az immunrendszere mennyi. 1000, 1500, 2000, 2500 százalékos. Megnézem, mennyi vért kap a feje. 90, 100, 110, 120, 130. A lábújjak 100, 110, 120, 130, 140, 150 százalékos a keringés. A központ idegrendszere 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Hogy érzi magát? Nagyon szépen. Mert elindult a bal lábamban a keringés, meg a bal kezemben. Na, eddig nem volt ezek szerint. Vagy alig volt, ugye? Érzi, igen, meg viteles. Na hát pillanatok alatt lehet érezni. Látja, hogy a keringés hogyre, helyre jön? Elkezdett üzeregni, igen. Igen. Mert az okot kell megszüntetni először, utána az egyéb dolgokat. Köszönöm. Én köszönöm. Minden jót kívánok önnek. Minden jót. Minden jót. Na. 061 269 03 86. Várom a telefont. Na, biztos mindjárt fog jönni a telefon. És most tényleg biztatok mindenkit, aki jött motivációs előadásra és fiatalodni szeretne, ne csak egyszer jöjjön, rendszeresen, hiszen egyáltalán nem kerül sokba, pár gombot fagyinak az ára, és rengeteget tud magán segíteni. Tessék parancsolni, Tihanyi Tamás Gábor vagyok. Valaki az a Tihanyi Tamás, tessék parancsolni. Jó napot kívánok, én. Csakolom. Rózsa vagyok, én szeretnék egy állapotfelmérést. Kedves Rózsa, mondja nekem, kedves Rózsa, honnan telefonál? Rákos Csabáról. Uh-huh. Az én első párom az Rozália volt, tudja? Igen. Ha nem Rózsa az, ugye a kettő nem ugyanaz. Az nem, az egyik. Csak hasonlít a kettő egymáshoz. És milyen problémája van, kedves Rózsa? Lumbágója van. Hát kinek nincsen. Szörnyen fáj. Hát tudja, az igazából csontkovácsolással lehet azon segíteni. Azért csinál... Ekkor is, amikor ilyen fájdalmas? Hát persze, hát nem tudom, jó szerzed, annyira fáj? Igen, meg én exciót is kaptam. Hát amikor ennyire nagy fájdalom van, akkor csak pár gyakorlatot szabad csinálni, egy-két gyakorlatot, tudja? Igen. Mert ha sokat csinálunk, akkor tényleg nem, jól érezte, akkor nem jó, mert akkor a gyulladás nagyobb lehet. Nem megy a bal lábomon végig. Tudom, hát akkor ilyenkor mindig az egyikem, a láb, a minden emberek nagyon nagy részének az egyik lába följebb van. És ettől a gerinc ferde lesz. Ilyenkor ki kell húzni azt a lábat, ami följebb van, és még kettő gyakorlatot kell csinálni, többet nem, meg energizálni a gerincet, meg a fülbe szoktam golyókat tenni az akupunktúrás pontokra. Meg spirituális kezelés is adok a gerincoszlopra. Persze meg mindig az egész test van kezelve, csak azon belül az, ami... Na, annyit próbálok csinálni magácskának, hogy csinálok egy fantomműtétet a gerincével, és a gondolat erejével az úr mondta, kezelést csinálok a gerincére, jó? Figyelj, jó. Jó, mindjárt indul.
Hogy érzi magát, kedves anyám? Köszönöm szépen, most úgy jól vagyok, ülök itt a széken, hogy lesz, mikor várható az, hogy... Alig hallom, kedves anyám. Igen, itt vagyok. Örülök neki, én is itt vagyok. Igen, itt ülök a széken, hát nem érzek még különösebbet, sajog a derekam. És miért sajog maga szerint? Miért sajog? Lehet, hogy azért sajog, mert ezt vele valamit csinál. Hát persze, elkezdtem kezelni, azért sajog, mert elkezd gyógyulni, tudja, hölgyem? Nagyon szeverek itt, másfél hete. Hát, csontkovácsolás kell. Meg egyéb kezelés, amiket mondtam. Igen. De hát azt helyszínen lehet, tudja. Persze. Ez. Mindenféleképpen, mert már az orvosságokat nem szeretném szedni. Hát nagyon sokan jönnek úgy, hogy már mindenhol voltak. Hát nem, én csak az orvoshoz mentem, sehova másik. Hát épp elég az. Az épp elég volt, hogy adott különböző lórugásokat ilyen ideg gyulladásra. De kedves aranyos hölgyem, gondolom nem fürdik meleg vízbe, ugye? Nem. Jó van. Nem. Van ez a gép, tudja, régen sokan használták azt a gépet, hogy meleget adott, és valami kövecske ide-oda menti áldott. Jó, szerezsem, igen. Az kimondottan ártalmas a gerincre. Nem fekszünk szerezsemre, nem. Csak mondom, sokan meg butva emberek ráfekszenek, és azért ártalmas, mert eleve a meleg ártalmas a gyulladást fokozza, és a megy valami szerkentyű, a kisebb területen lévő gyulladást nagyobbra teszi. Értem. A sima masszírozás se jó. Az se jó. Mert tovább viszi a masszírozás a gyulladást. Uh-huh. Teljesen más dolog egy csontkovácsolást, tudja, meg egy masszírozást, tudja. A kettő. Értem, mert valaki azt mondta, hogy ilyen gyullad állapotban nem jó csontkovácsolni. Hát csak mondom. Ez félrevitt engem. Ez annyit részben volt igaza az illetőnek, mert egy-két gyakorlatot meg lehet csinálni, de csak egyet, szóval tényleg maximum hármat, érti? Többet nem, mert masszírozó rész meg egyéb ilyen részeket nem szabad, mert az tovább viszi a gyulladást. Azt szabad csinálni, hogy a lábát ki kell húzni, amelyik följebb van, az a fő oka a bajnak, az egyik láb följebb van, utána egy keresztre csöntés, és a nyakat szoktuk még. Igen, mert végig a külső éle fáj a lábomnak. A bal lábomnak végig már egész a bokági, meg a térthajlat, ilyesmi végig, az alsó lábszárom is. Nagyon tud fájni, én tudom. Nekem nem is tudtam, birkózásnál tönkre ment a derekam, és tudom jól, hogy mennyire tud fájni, teljesen megértem, át is érzem a dolgokat. Gyakran jönnek hozzám ilyennel, egy kezelése nem mert megoldani, de egy 3-4-jel. Igen, de úgy megy el általában először, hogy a fájdalom kisebb. Ugye általában mondom, és hozzáteszem még a fülakupunktúrát is, olyan pontokra teszem, ami gerincsel van összefüggésben. Értem. Jelentkezni fogok. Köszönöm, hogy hívott. Nagyon köszönöm, hogy segített. Nincs mit, nagyon szívesen. Csókolom a kis kezét, minden jót kívánok. Na, már csak nem sok percünk van, ugye beszélni csak kb. 7-8 percen van a beszélgetésre, mert utána nem akarom hagyni, hogy az energiaadást ne legyen meg. Nyilvánvaló. Úgyhogy már megjött a telefonáló, tessék parancsolni, Tihanyi Tamás Gábor vagyok. Jó estét kívánom! Dobri gyeny, parancsoljam! Hát egy kis segítséget szeretnék kérni, mert mindenem fáj. Ne hülyeskedjen már! Össze tudok állni. Ne! Ízületi gyulladása van, vagy mi a baj? Nem tudom, de betöltött alpig. Sokszor az ágyban nem tudok felkelni, hogy kimenjek az utcára. Hány éves tetszik lenni? 57. Hát te ez még fiatal maga. Dehogy is. Kinézek, hogy 70-nek. Miért? Hogy? Nem tudom. Hát a betegség, a gyengeség, a fáradtság. Hát vegyen példát rólam. Nem tudja, hány éves vagyok, de mindenki azt mondja, annál sokkal kevesebbnek nézek ki, mint amennyi vagyok. Sokkal. Na jó, akkor nem is vizsgálom, kezelem, jó? Jó. Figyeljen magára. Kérem.
Kedves hölgyem, hogy érzi magát? Hát olyan forróságban rágtam, és a talpáig nagyon elszipadtak. Hát azért, mert vérkeringés megy, tudja? Meg az összes izületi rendszerét is kezeltem. Hogy a gyulladás szűnjön meg a testbe, tudja? Próbáljon felállni, fel tud állni? Mondta, én nem fel tudok állni, csak nehezen, de hát, hogy tessék meg lopognak a csontjaim. Ropognak? De ez a tétem, hogy mert az is nagyon fáj, nagyon, hogy nem tudok menni. De olyan, szóval jó, olyan teljes melegség van az egész testemben. Igen, mert minden sejtjét kezeltem, és az izületi rendszert is, a teljes izületi rendszert is kezeltem a testébe. Na, kedves hölgyem, hát örülök, hogy hívott, tényleg örülök, hogy hívott, és hát vigyázzon magára. Minden jót kívánok. Minden jót. Megkérem a kollégát, hogy több telefon ne kapcsoljon be, mert ugye hamarosan energiát fogok adni, és akkor már túlmennék az időn, és az emberek szokták várni már az energiát, és jönnek hozzám kezelés. Ti anyu úr, megint nem adott energiát? Hát van, ugye, amikor nem veszem észre, és hagyom, hogy úgy beszéljenek, és időben nem hagyatom abba, akkor tényleg előfordul az, hogy nincs energiadás, de nem kész akarva sohasem. Mindig akarok, az energia, ugye már mondtam, úgy megy, hogy a testemből, a tudat alattimból megy kifelé, de így rásegítek az energiadásra a kezemmel is, és az embereknek a tudat alattján keresztül megy a testébe. De ez, ahogy elküldöm, az rezgés formájában megy az energia, és ott, ahol a testébe ér, akkor visszaalakul energiába. Mert úgy van a rádióadás is, hogy minden egyes szónak, amit beszélnek a stúdióban van egy rezgése, minden, vagy inkább betűnek, minden egyes betűnek, a zenén minden egyes hangnak, és rezgésként megy el, és a rádió visszalakítja vagy zenévé, vagy beszédé. Hasonló az elve annak, amit én csinálok. De figyeljenek magukra, és akkor indul a limbo hintó. Tehetik a kezüket és felemelik, ahogy régebben mondtam, hogy beszívják, és a másik kezővel kinyomja oda, hova kell. Még, amikor abba fogom hagyni, még utána még egy 5 percig fog menni az energia. Oké. Megkérem az urat, hogy kapcsolja ki a zenét. Köszönöm szépen. Még egy 7 percig megy az energia, mert beprogramoztam.
Ugye mindjárt vége a műsornak, és szeretnék önöktől érzékeny búcsút venni. Nagyon jól éreztem magam, köszönöm szépen, szerintem eredményes műsor volt, és ugye ez élőadás, és jövő héten megint itt leszek, hétfő este 9-kor, és akkor is telefonáljanak, és akkor is igyekszem önöknek segíteni. Köszönöm szépen a megtisztelő bizalmat, elbúcsúzom önöktől, és egy hét múlva megint találkozunk.